ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége, ifjabb Érdi Tibor, kétszeres EB bronzérmes rally versenyző. Szervusz, üdvözöllek! Elkezdődött az idei EB futam sorozat is. Gratulálok! Ugyan már kettő lement, de csak egyen tudtál elindulni. Azt viszont megnyertétek a kategóriában. Igen, az első versenyre nem... Tehát egyből egy, mondhatnám. Igen, hogyha így nézzük, akkor nagyon jól sikerült a versenyünk. Ezt is terveztük már a verseny előtt, hogy mi ezt szeretnénk megnyerni. Ezt teljesítettük. Visszatérve, az első versenyre nem készült még el a csapat teljes mértékig, és olyan közel volt a két verseny egymáshoz, és annyi logisztikát igényelt volna, hogy inkább kihagytuk. Uh-huh. Ez az Azori-szigetek lett volna, ami Európa és Amerika között helyezkedik el, egy nagyon pici 70 kilométer hosszú sziget, és ezen azért rendeznek egy 300 km össztávú versenyt. Mm-hmm. Tehát akkor így elbírják képzelni a kedves nézők, hogy ez milyen verseny lehetett. Ráadásul Murva verseny, egy vulkán körül. Tehát érdekes is versenyzői szemmel, engem annyira nem is vonzott. De ez a Kanári-szigetek annál jobban, és a tavalyi évben is indultunk ezen a versenyen, akkor nem sikerült túl jól, akkor ötödikek lettünk, idén egy teljesen más szemléletbe vágtunk neki ennek a versenynek. Más autóval is? Más autóval, más beállításokkal, más szemléletben kezdtük el a versenyzést. A tavalyi évben még a holland csapat, akitől az autót van, és ők készítik föl, ők ajánlottak tavalyi évre egy beállítást, ami nem volt megfelelő oda. Mm-hmm. Ráadásul más márkájú abroncsokkal is futottunk, és idén azt mondtam, hogy állítsák be az autót szintén, de úgy, ahogy én azt mondom. És akkor a kinti csapat megkérdezte, hogy ebben biztos vagyok, amivel én szeretnék mm-hmm. menni, sokkal keményebb autóval, mint a tavalyi évben. De sokkal sprődebben, uh-huh. és mondták, hogy ez nem lesz jó, ebben nem lehet versenyezni. És hát úgy látszik, hogy mennyi idő alatt győzted meg őket, hogy akkor is így legyen? Kellett őket győzködni, és azt mondták, hogy de ez nem jó, ezt hagyjam, ezt nem lehet versenyezni. És akkor gyakorlatilag egy évet mentem az ő szisztematikájuk uh-huh. szerint, ami az én stílusomnak nem felelt meg, és ezt mindig én azt gondolom, hogy a versenyző maga döntse el az, hogy milyen beállításokkal és milyen stílusú autót épít saját magának. Próbáltunk hagyatkozni az ő dolgaikra. A saját hazájukban tényleg az a beállítás, amit ők kitalálnak, az működik. De én azt gondolom, hogy nem nyitnak eléggé az adott országok adott beállításai felé. Én elég gyorsan el tudom dönteni azt, hogy egy autó jó vagy nem jó, elég gyorsan tudok hozzá alkalmazkodni uh-huh. is, de valahogy a tavalyi beállításokkal abban az országban nem sikerült versenyképesek lennünk. Ehhez képest itt most minden annyira flottul működött, és annyira jól, tényleg jól sikerült az autó beállítása, hogy nem lehetett vele csak nyerni. Hollandok mit szóltak? Ültem meg? Nem beszéltem azóta velük, pedig nem oda... Nem hívtak? Én személyesen nem beszéltem velük, uh-huh. pedig elmondanám azt, hogy na most akkor mi a véleményetek erről? Szóval akkor hallgatnak. Egyelőre igen, mint a sír. hisz nem volt igazuk. Tehát most úgy látom, hogy ezt az évet más szemléletben fogom, hisz olyan versenyekre megyünk idén el, ahol tavaly már versenyeztünk, tehát azért van egy tapasztalatunk is abban, hogy a tavalyi évben jó volt oda az autó, vagy nem volt jó. És itt ezt most jó volt, hogy megréléptem, és bevállaltam azt, hogy amit én szeretnék, az úgy is legyen, és meg lett a gyümölcse, hisz megnyertük ezt a versenyt. Mesélj egy kicsit a versenyről. Mikor, mennyire volt forró a pite, mennyire kellett azért dolgozni, hogy első hely meglegyen, illetve mikor éreztétek úgy, hogy oké?
Nézd, ez a sziget sem túl nagy, de nekünk sikerült 1500 km fölött autóznunk a versenyt megelőzően, hogy bejárjuk a pályákat, és készítsünk egy jó itinert. Én azt gondolom, hogy mióta versenyzem, nem sikerült ennyire jó pályát fölírni, mint itt most. Azért, mert most volt elegendő időtök, vagy más miatt? Volt elegendő időnk is, illetve volt azonos pálya is a tavalyival, így az emlékek is azért sokat számítanak, hogy az ember... Visszajöttek bizonyos szakaszok. Ugye van, hogy szinte vakon megyünk bizonyos országokba, hiába fel van írva az itiner, de odaállsz a rajtvonalhoz, és azt se tudod, merre fog menni a pálya, de hát mi földolgoztuk, tehát a navigátor mondani fogja, hogy merre kell menni, és én maximálisan bízom a navigátoromban, és hála az égnek ezen a téren Papp Gyurira nagyon tudok számítani. Hálás is vagyok, mert gyakorlatilag maximálisan jól végzi a dolgát, hiba nélkül, és nélküle ez nem ment volna, ez a győzelem se. Visszakanyarodok az a Gran Canári versenyekre. Rögtön az elejétől kezdve már ez élen voltatok, mennyire volt kérezett a harc? Én azt gondolom, hogy már volt a verseny megelőzően egy hivatalos teszt és egy helyosztó, és ott, amit teljesítményt le tudtunk tenni, ott már megnyertük a kategóriánkba azt az időmérőt, és amennyi időkülönbség ott látszódott azon a 3,5 kilométeres szakaszon, ahol az időnket mérték az ellenfelekhez képest, gyakorlatilag azt tudtuk tartani a verseny folyamán. Ez én azt gondolom, hogy elég meggyőző volt. Visszatérve, hogy milyenek a pályák, hát gyakorlatilag ugye Gran Canariáról mindenkinek az jut az eszébe, hogy hű de jó meleg helyszín, de szívesen mennénk nyaralni. Na most nekünk úgy kezdődött ez a verseny, hogy ugye 1800 kilométeres hegyek vannak, meg még fölötte is, és az első szakasz rajtja előtt a szervizparkban, ami lent van a tengerszinten, tényleg 25 fok volt ragyogó napsütés, elkezdtünk fölfele menni a hegyre, és hát elkezdett beborulni az idő, és gyakorlatilag a szakaszja rajtjába olyan köd volt, hogy 20 méterig nem láttunk el, illetve esett az eső. Tehát, és amint mentünk egy 3-4 kilométert, átmentünk a felhő rétegen, és gyakorlatilag fölött tényleg nagyon jó idő volt, de bizony, hol belementünk ebbe a ködös felhőrétegbe, hol kijöttünk belőle, és amikor belemész, akkor igazából van 11-12 fok fönt a hegyen, úgyhogy nagyon érdekes verseny volt, és ezt nagyon fejbe kellett erősnek lenni az embernek azon, hogy ahol esik, ott elsporold, ahol jó idő van, ott nyomjad, és persze voltak más pályák, amik tényleg lejjebb zajlottak, és ott tényleg nagyon jó idő volt, nagyon meleg volt, tehát jól kellett tudni bánni mind a gumival, mind az autóval, és mind fejbe ezt összetenni. Azt, hogy megnyertétek most ezt a Gran Canári futamot, ez mit jelent? Tehát újra számolni kell veletek, hogy lesztek majd az első háromban az év végén? Én nekem nem titkolt szándékom ezt a versenysorozatot idén megnyerni. De hát az kemény lenne, mert ugye hány 8 futam van? 8 futam van, és ebből 6-ot értékelnek. Én azt gondolom, hogy... És el is tudtok indulni 6-on? Erős a 6, de év végére az egy maradék futam, hogyha úgy alakul, én azt gondolom, hogy valahogy bevállaljuk. Tehát nekünk most idén úgy kell versenyezni. Ugye általában azt hiszem 4-5-5 hat be tudtatok vállalni. Igen, tavaly évben 5-öt tudtunk bevállalni. Valahogy... Én azt gondolom, hogy ha azon fog múlni, hogy bajnokok legyünk, akkor azt az egy versenyt valahogy összetesszük. De nekünk idén most úgy kell teljesíteni ezeket a versenyeket, hogy mindenképpen célba érve, mindenképpen jó eredménnyel a dobogón. Ez a verseny, ezzel az első helyen nagyon kellett ahhoz, hogy a bajnokságban esélyesként tudjunk szerepelni. És úgy látom, meg úgy érzem, hogy az Eurosport, mint fő promótere a versenynek és tulajdonosa,
elkezdett minket preferálni, tehát valakit föl kell karolnia minden egyes kategóriába, akit erősnek érez és esélyesnek, és most nagyon odafigyel. És ez a sportstó, úgy érzi, hogy az RC2 kategóriában egy magyar csapata. Én azt érzem, mind szervezés terén és mind média preferálás és megjelenés tekintetében, hogy idén is sokkal jobban odafigyelnek ránk, mint a tavaly évben. Akartam is kérdezni, hogy kétszeres EB-ben azért most hogy fogadják egy idén versenyt? Teljesen ismerősök vagyunk már, tehát bejátott team viszi ezt az egész sorozatot, és már szinte baráti a fogadtatás, tehát mind a főszervezők, mind a technikai bizottság, például a technikai fő átvevő és főfelelős az előző évben is még kicsit csúnyán nézett ránk, úgy nem tudom, olyan frusztráló volt az emberrel, hogy pedig semmi rosszat nem tettünk, de teljesen hivatalosan jár el, és olyan nagyon hivatalos az ember, és idén ezen az első versenyen például már szó szerint lepacsisztunk vele, tehát érzi azt, hogy mi fixen ebben a sorozatban szereplünk, és nem azt mondom, hogy lazábban vesz minket, de elfogadott, mint sorozatban induló több éve szereplő csapat. Azért akkor, hogy többiek meglátnak, akkor már gondolják, hogy akkor megint egy dobogós hely akkor foglalt. Igen, például idén teljesen más párosokkal kell megmérkőzni, mint a tavalyi évben. Egy orosz páros például minket nagyon várt már az Azori-szigeteken is, és elmondta... Miért? Elmondta, hogy ő azért szeret versenyezni, hogyha valaki motiválja, és ő neki hiányzott a motiváció az első versenyről. Hát most olyan motivált lett, hogy megvertük, hogy azt mondta, hogy nagyon örül, hogy van ki motiválja, és van kivel versenyeznie, hisz ha valakivel versenyzel, akkor azért fejlődsz is, mert magadból ki kell hozni a legjobbat. Akkor az oroszok Akropoliszon, a Murváson, akkor most benneteket lenyomnak? Ez érdekes kérdés, hisz ez a orosz páros például érdekességképpen ők inkább Murván versenyeznek, mi meg aszfalton. Igen. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz. Akkor most ők lesznek hazai pályán. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én azt gondolom, hogy nekünk nem feltétlenül a győzelem kell ezen a versenyen, hanem egy biztos célba éréssel, akár egy második helyen is már jól állhatunk. Most jelenleg úgy állunk, hogy mi vagyunk a másodikok a bajnokságban rögtön ezzel a győzelemmel. Egy portugál azori születésű és lakhelyű emberke vezeti a bajnokságot a maga két versenyével. És van egy kis szerencsénk, mert ez az orosz páros, aki szintén bajnok aspiránsként néznek rá. Ő a két versenyből szerzett annyi pontot, mint mi ebben az egyel, úgyhogy jól állunk. Tehát jól állunk. Én azt gondolom, hogy a biztos célba érkezés lesz a legfőbb dolog, amivel bajnokságot lehet nyerni. Akkor most a legfontosabb feladat, hogy a kocsit a Murvára felkészítsétek ezek szerint. Igen, ezen nagyon dolgozunk. A Kanári-szigetek az 25 nap fölött volt a maga az idő, amit a szerelvény az versenyautóval együtt úton töltött. Ebben benne van a verseny is. Nekünk kb. 8 napunk volt átépíteni erre a Murvás versenyre az egész autót. Ez értsd úgy, hogy a motoron kívül gyakorlatilag mindent szétszedünk rajta. Váltót, diffit, osztóművet szétszedjük, leellenőrizzük, karosszériaelemeket cserélünk, lökhárítókat, sárvédőket, lámpákat, küszöböket, és az alsó védelem az körülbelül egy ilyen 50 kilóval tud nehezebb is lenni ez az autó, hogyha minden egyes alsó védelmet felszerünk annak érdekében, hogy az autó kibírja ezt a tradicionális Akropolisz rallit. De megkap minden védelmet. Gyakorlatilag semmiből nem spóroltunk, mindenből a legjobbat megpróbáljuk beépíteni, és
azt tudni kell erről a versenyről, hogy ez valaha a világ legnehezebb versenye volt, méltán híres a rossz minőségű pályáiról. És, sok és nagy autógyilkos, pilóta vérzett már el. Pontosan, és nem csak pilóták, hanem autógyáraknak az autói is gyakorlatilag tönkre mentek. Milyen és kiestek. Mentek? Mi egy Evo 10-es Mitsubishivel. Annyi előnyünk van most is egy pici, hogy azokon a pályákon, amik lesznek idén megrendezve, azokon némelyiken mi versenyeztünk már. Úgyhogy a tavalyi beállított autónk az tökéletes volt erre a versenyre, úgyhogy a lengéscsillapítókkal sokat nem fog kelleni, én azt gondolom, hogy törődnünk. Megint csak jól föl fog kelleni dolgoznunk a pályát, és én azt gondolom, hogy ha ezt jól földolgozzuk, én megpróbálom magamból a legjobbat kihozni, és meglátjuk, hogy ki a jobb. Te hogy készülsz a Murmára? Mint pilóta? Érdekes a kérdés, mert az aszfaltra sokkal jobban össze tudom magam fejbe rakni. Én a tavalyi évig azt hangoztattam saját magam fele, hogy a Murvát nem feltétlen kedvelem úgy, mint az aszfaltot. Igen. És a tavalyi év végén volt egy Murva versenyünk, a Liepaja Rally Lettországban, Litvániában, és gyakorlatilag ott teljesen átformálódott bennem a Murván való versenyzés. Sokat tanultam ezen a versenyen, és érdekes módon itt most várom ezt a versenyt, nagyon. Át tudod hozni azokat az emlékképeket? Én azt gondolom, hogy igen, tehát sok mindent tanultam ott azon a versenyen, és kíváncsian várom azt, hogy át tudok-e dolgokat ültetni erre a pályára ugyanabból, mert azért az egy jó minőségű, nagyon széles pálya, ez egy hol keskenyebb, hol kövesebb. Tehát... Néha még az autó se fér el. Igen. Ha csak belegondolok, hogy a tavalyi évben például a pályabejáráson a versenyzők elakadtak, mert jött egy felhőszakadás, olyan sár volt. Kíváncsian várom. Nagyon-nagyon érdekes lesz más jó autóval versenyezni. Mert de erre nem tudsz felkészülni egyébként erre? Nem. Tehát hiába próbálnánk itthon tesztelni rá, meg se közelíti azokat a körülményeket, amik ott fogadnak. És érdekes, mert az itthoni versenyzők el sem tudják képzelni azt, hogy milyen lehet ott kint. Akkor neked egy dolog marad fejben. Abszolút. Pszichológus, sportpszichológus, kocs, akárki. Én azt esetleg gondolom, lehet, hogy ott lehetne. Én azt gondolom, hogy hideg fejjel kell végigvinni. Jó, csak hogy úgyis üljél majd a volán mögé majd ott. Igen. A tavalyi évben is már egy más szemlélettel vágtam neki ennek a versenynek, hogy megpróbáljuk jól érezni magunkat, és nem ráfeszülni, hogy mindenképpen jól versenyezzünk. És ez akkor bejött, mert tavaly ezen a versenyen harmadikok lettünk. Igaz, lehettünk volna másodikok is, az utolsó gyorsan kaptunk egy defektet, de már akkor egy más szemléletben vágtam neki. Idén még másabbul szeretnék versenyezni rajta, és hibamentesen. Jó, csak ezt tud hozni, hogy valóban úgy legyen, hogy más szemlélettel üljél oda. Én fogom tudni, tehát ezt sokat beszélgetünk. De ezt magad ezt meg tudod oldani, vagy édesapáddal beszélgetsz erről sokat? Persze ad jó tanácsokat ő is azért, de ezt már nekem kell megoldani, meg a navigátoromnak. Hisz egymásra számíthatunk csak a kocsiban. Hát igen. Küzdünk az elemekkel és az életben maradásért. Tehát ezt nem is így kell felfogni. Vicc volt, de... Menjünk egy jót autózunk. Annál egy kicsit már több. Te vagy a Murva király. Megpróbáljuk. Érdekes, mert a Kanári-szigeteknek úgy álltam neki, hogy ezt mindenféleképpen meg szeretném nyerni. Itt még nem vagyok magamba. Azt mondják, hogy úgy kell. 100%-ig. Minden sportágnál azt mondják, sportpszichológusok legalábbis ezt próbálják a versenyző beleverni, hogy nem az, hogy első szeretnék lenni, hogy első leszek. Így kell állítólag. Majd mielőtt lefekszem, én ezt még gyakorlom. Gyakorlom a sötétben magam előtt, hogy ezt most meg fogjuk nyerni. És akkor a gyereket ezt engedni fogja? Mindenképpen. Ő is ott van, úgyhogy... Felsírni. Ott van az egész család, és a háttérben mögöttünk. Jó, és de hát egy akkor tudsz akkor csendben, nyugodtan. Persze. Ha nem, akkor leülök a WC-re, és a WC-n mondom magamnak, de tényleg fejbe...
fejbe össze kell rakni. Ez most ott fog eldőlni igazából akkor. Sok igen. Minden. Igen, igen. Másból nem tudsz, nem is tudsz másból készülni. Én azt gondolom, hogy a technika adott, végre van egy jó autó, amivel tényleg versenyeket lehet nyerni, és ha megnézzük, akkor ezen múlott. Tehát mi készen voltunk arra, hogy versenyt nyerjünk, a technika még nem, most a technika adott, és lássodát versenyt tudtunk nyerni. Na. Én azt gondolom, hogy nem az utolsó volt az évben, nagyon remélem. Ez a harmadik szezonotok itt az Erba bajnokságon? Ez a harmadik. Negyedik. Hány EB futamot nyertetek eddig? Ez volt a második futam, amit megnyertünk. Két évvel ezelőtt nyertük meg a kedvenc versenyemet, a Ypres Rallyt Belgiumba. Akkor is egy nagyon jó érzés volt, de sokkal másabb volt. Akkor nem voltak erős ellenfelek, most ezt erőből sikerült az elejétől fogva megnyernünk, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor az eurósportosok a célban odajönnek a mikrofonnal, a kamerával, és szólnak, hogy föl a kocsi tetejére, és örüljetek. Hát kellett küzdködnöm a könnyeimmel is a riport közben. Nem kell két évet várni akkor a következő? Nem. Mindenképpen versenyeket szeretnénk nyerni idén, és ha minden jól megy, a megnyert versenyekből akár egy bajnoki címet is szeretnénk nyerni. Nem csak érzem, hanem láttam is, volt olyan szerencsém, hogy most azt lehet mondani, hogy jó vágányon vagytok. Most megvan minden, nagyon jó a trailer, a kocsi, nem tudom, hogy szoktátok hívni, ami... Gyakorlatilag egy szerelvény ami viszi. Ugye? Minden úgy, most úgy nagyon úgy kompakt, nagyon egybe van. Most értünk el odáig, hogy tényleg fölnőtt a csapat ahhoz, hogy bajnok aspiránsként mehetünk egy-egy futamra el. De most már úgy is néztek ki kívülről is, tehát most már... Igen, tehát próbáljuk is azt sugalni, hogy nem csak erősek vagyunk, de nagyok is. Tehát felnőttünk ahhoz, hogy bajnokságot nyerjünk, és mindenképpen szeretnénk is. Ez jó. Ezt most érdekes kimondani. Tavaly évben még nem is éreztem úgy, hogy lehet belőle. Tavaly évben inkább kerestétek önmagatokat, az autót, a hollandokat, tehát úgy nem klappolt. Nem egészen klappolt minden, mondhatjuk úgy. Idén tényleg összeállt a csapat, a kocsi, a háttér. Minden adott ahhoz, hogy jól szerepeljünk. Csapat is megvan. Hiányzik valaki? Kellene még a csapatba fölvenni? Én azt gondolom, hogy komplettek vagyunk. Minél több versenyen tudnánk indulni, annál biztosabb lenne a bajnoki cím. Most már csak ezen kéne esetleg. Ezen az egyen tudnánk erősebbek lenni az anyagi háttér, de hát sosem lesz. De ugye akkor a csapat elég. Akkor kerek, tehát megvan mindenki, aki kell. Abszolút kompakt a csapat. Tehát mindenki tudja a dolgát, nagyon jó érzés az, hogy a verseny közben alkatrész nem kell... minden megvan, ami mindenünk. Adott pillanatban kellhet, akkor az... Mindenünk van, tényleg minden fel van készítve, még a tartalék alkatrészek is készen állnak mindenre, bevetésre, de az a jó érzés az egész csapatban, hogy mindenki tudja a dolgát. Tehát sok mindent igazi... levesznek a vállamról a csapattagok, és tényleg ráérünk azzal foglalkozni, ami a dolgunk, a versenyzés és a fejben összerakott gyors, jó itiner. Most már igazi autóversenyzőnek is érzed magad, gondolom. Én eddig is annak éreztem magam, csak túl sok mindennel kellett foglalkoznom a vezetésen. De most már akkor kívül. Érzed, hogy ez lenne az. Ez a tökéletes. Igen, idén megjöttünk, tehát készen állunk a bajnokok lenni. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen, sziasztok. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Prim.